Csád Géza, a varázsló halála. A varázsló egy 30-on aluli férfi, akinek arca már egészen szomorú, ráncos és kisgyerekes volt a sok ópiumtól, cigarettától és csóktól. Hamvazó szerdán, kora hajnalban haldoklott. Bálteremben vagy lakomán, nem tudom. Egy kis fülkében ült szegény egyedül. Kétség nem férhet hozzá, hogy mire a nap fel kell, már ki lesz nyújtózkodva, s maga is jól látta ezt. Nem volt szomorú miatta. Megpróbált persze mindenféle varázslásokat utoljára, még saját magán is, ami már a legnagyobb kockázat, de nem sikerült semmi, és hamvazó szerda hajnalra, csúnya nagy kudarccal be kellett fejeznie életét. Hanyat dőlt két székre az asztal mellett, és behúnyta a szemeit. Az apja, egy kedves, erős, szélesvállú ember jött legelőször. Alig ősz még, és kemény járású. Megmondtam, hogy az ópiummal baj lesz, hogy tönkre fog tenni. Nézd meg engem, 50 éves vagyok, másképp éltem én, egészen másképp. Az anyja, egy sápadt, régen halott asszony, zsebkendőjével takarta el az arcát, és zokogva magához ölelte a varázsló fejét. Miért nem akartál, fiam, rendesen élni, megházasodni? Most úgy pusztulsz el, mint valami kóbor kutya. A feleséged befogná a szemeidet. Én, látod, nem tehetem, mert halott vagyok. Hol van most az a sok nő, akik szerettek téged? Én nem szerettem egyiküket sem, mondta a varázsló. Különben is csak az kellene még, hogy nők előtt haldokoljak. A varázsló nagyanyja, egy főkötős, pápaszemes öregasszony lassan topogott arra. Kerekes gomolyító gépét hozta a kezében, és a másikban a kis kanári madarat kalitkában. A zsebében kötés volt, egy harisnya, amely a varázsló számára készült. Én foglak megfürdetni, és még ma kész lesz az új harisnya, amelyben el fognak temetni. A nagymama nagyon szerette a varázslót, talán legjobban minden unokája közt. Kétségbe esetten sírt, úgy, hogy le kellett venni a pápa szemét is. De nem maradhatott ottan, mert sok nő tolongott a varázsló körül, akik legújabban érkeztek. A síron túl még látjuk egymást, mondta a nagymama, hóna alá vette a gombolyító gépét, a kanári kalitkát, és imádkozva elment. A nők Lábujjhegyen járták körül a haldokló varázslót, jól megnézték, és akinek eszébe jutott, mondott is valamit rá. Például: szegénynek nem sokára üvegesek lesznek a kék szemei, és a finom, nőies, vékony kezeiről le fognak esni a szép körmei. Bocsánat, mondta a harmadik, neki egész életében barna szemei voltak, és széles, férfias, nagyon izmos keze. Mély tüzes erővel tudott ölelni. Tévedés, mindig gyöngéden, finoman ölelt, mint egy asszony. Olyan biztos és kényelmes volt az ölében, hogy akár hónapokig elüldögéltem volna benne. Soha se ültetett engem az ölébe. Ő ült mindig az én ölembe. Egyenes, kevés szavú ember volt. Úgy tudott haragudni, hogy jaj annak, aki a kezébe került. Nagycsád téved? Kedves és szíves beszédű férfi volt ő, és soha hangosan beszélni nem hallottam. Így beszélgettek a nők a haldokló varázslóról, aszerint, amint kiki előtt másnak mutatkozott, és kikivel másképpen és másképpen bánt. Menjetek innen, mondta a varázsló. Legyenek szívesek elmenni, az öreg arcotok kellemetlenül hat rám, és különben a koporsómat hozzák. Valóban hozták. Szép ért koporsó volt. A varázsló apja rendelte 225 forintért, a gavalléria a családban volt. Sok pénzemben van a fiam, mondta a temetkezési vállalkozónak. Mégis megreszkírozom, hadd legyen szép temetése. A varázsló most hamarosan megfésülködött kiskézi tükrében, elrendezte az ajkait. Gúnyosan mosolygóra, amely pózban különösen tetszelgett magának, aztán elküldött egy kisfiú tiszta gallérért és kézelőért. Addig is átvizsgálta a szemfedőt,
s lefejtette róla zsebkésével az ezüst csipkedészt, miután bántóan ízléstelennek találta. Ez alatt megérkezett a tiszta gallér és kézelő. Kicserélte őket a régivel, sietősen beült a koporsóba, és pütyörész vele akart dőlni a fekete selyem bánkosra. E pillanatban kiskendőben, futva kipirulva, és könnyezve egy leány érkezett. A varázsló megtámaszkodott a könyökére, mert eszébe jutott, hogy ez volt az egyetlen leány, akit életében szeretett. Csodálkozott kissé, mert a dolog régen volt, 5-6 éve, és a leány semmit sem változott. Rövid szoknyát viselt, fiatal, édes arca meg nem öregedett, mint a többi nőjé. Végre egy fiatal nő, köszöntötte a leányt a varázsló. Kellemesen lep meg, hogy halálom előtt még egy szép fiatal lányt láthatok. A leány nem utálta meg őt a kellemetlen és alakoskodó megjegyzésért, lehajolt, megölelte, és kérlelni kezdte, hogy keljen föl. Das ewig weibliche zieht uns, mondta a varázsló fanyar mosollyal, bár nem tudott jól németül, és a Faustot eredetiben sose olvasta. De mégis ellágyult, és megcsókolta a leányt a száján. Na most, fiam, menj, mondta azután. Elég ennyi nekem. Menj, fiatal vagy és szép, és akadnak igen derék férfiak ott künn. Azzal hanyat feküdt, és mosolyogva, gyönyörködve nézte a leányka könnyes arcát és édes arany szemeit. Kis idő múlva újra szólott. Belátom, hogy az ópium és a sok rossz csók helyett jobb lett volna téged feleségül venni, és meg is tenném, ha apám a koporsót már ki nem fizette volna. A leányka most összeszedte minden erejét, lerángatta a varázslóról a szemfedőt, kihúzta a feje alól a párnát, nekifeküdt a koporsónak, és kifordította belőle a varázslót. Egészen kifáradt szegényke a nagy erőlködésben. Édes szerelmesem, mondta a varázsló csendes, meghatott hangon. Te megtettél értem mindent, amit csak egy nő tehet egy férfiért, és már szívesen fölkeltem volna, tekintet nélkül arra, hogy drága koporsom ki van fizetve, mert szeretlek, de nem bírok. Veszem észre, hogy nem bírok. Igazítsd hát helyre a fekhelyemet. A dulakodásban leesett a varázsló szeméről fekete szemüvege, melyet azért viselt, hogy mások ne lássanak a szemébe, ami tudva levőleg ártalmas. Mondom, leesett a szemüveg, és a leány most meglátta a varázsló szemében, hogy nagyon szereti őt, és csak ugyan fölkelne, ha még tudna. Helyreigazította hát a koporsót, és a varázsló nagy nehezen visszamászott. Takarj le a szemfedővel, mondta azután. A leány letakarta. Tedd a fejem alá a párnát, és ügyelj majd rá, hogy rendesen csukják le a fedelet. A koporsó kis aranykulcsa, maradjon nálad. Valóban hozták már a fedelet. A leány még egyszer megcsókolta a varázsló száját, amely már kezdett kihűlni. Rátetette a fedelet és bezárta. A kis kulcsot pedig a kötény zsebébe rejtette el. Azután elment, mert már jöttek a varázsló rokonai és testvérei, s azokkal ő nem volt ismerős.